Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Igen, nagy népes társaság gyűlt össze az elmúlt évekhez képest. A kedvenc kérdésemmel szeretném kezdeni, hogy, és ezt szeretném mindig megkérdezni, amikor egyszer ilyen mikrofont kapok, hogy kész felemeléssel jelezze az, aki a hetedik napot meg tudja, vagy meg akarja, vagy akarja, de meg is tudja szentelni, és tud pihenésre, és tud az Úr igéjére időt szakítani. Akinek ez sikerül, csak egy picit, ha meg tudná emelni a kezét. Most sokkal többen vannak, mint legutóbb. Halleluja! Azt gondoltam pár héttel ezelőtt, amikor megtudtam, hogy lehetőségem lesz itt lenni, hogy a bátorságról fogok beszélni. Nagyon szerettem volna arról, hogy milyen bátorság kell ahhoz, hogy döntsön valaki, hogy idáig eljöjjön, hogy behívja Jézust az életébe, hogy újjá tudjon születni, és milyen bátorság kell utána, hogy meg is tudjon a hitben maradni, és milyen bátorság kell ahhoz, hogy engedelmeskedni tudjon végül a Szent Szellemnek, és járni azon az úton, amit az Úr jelöl ki számára. És vagy megszégyenülök, vagy bátor vagyok, én most nem erről fogok beszélni, amit előkészítettem, hanem tegnap este olyan erővel helyezett két igét az Úr a szívemre, hogy erről szeretnék beszélni. A Zsidó 5.14-ben azt írja az ige, hogy az igazi ételek szellemi értelemben felnőtteknek valók, akik már megtanulták, hogyan kell megkülönböztetni a jót a rossztól. Erről csak néhány szót szeretnék szólni, hogy mennyire kell vágyni az, hogy felnőtté váljon valaki, hogy ez nem egyszerű, hogy persze behívjuk Jézust az életünkbe, jó esetben valamelyik gyülekezetbe sikerül beépülnünk, sok minden történhet velünk, de hogyha nincs az a vágy, hogy növekedjünk Krisztusban, ha nincs az a vágy, hogy az igéhez hozzáláncoljuk magunkat, és a Szent Szellem vezetésének engedjünk, akkor az a pépes kaja, amit kezdetben az Úr ad nekünk, ahogy a fiam fogalmazta meg, minden normális ember szilárd ételre vágyik, és egy jól fejlődő kereszténynek is szilárd ételre kell, hogy vágyjon, és nem fogja tudni ezt megkapni. És nagyon sok lehetőséget készít számunkra az Isten. Azt a lehetőséget is mindig meghagyja, hogy kikerüljük azt, hogy előbbre tudjunk lépni, és azt is meghagyja, hogy esetleg rossz döntéseket hozzunk. De mégis bízom abban, hogy sokan vágyunk arra, hogy a Szent Szellem ben tudjunk növekedni, és azt gondolom, hogyha valaki azt mondja, hogy érett keresztény, akkor ennek a felnőttségnek vannak jelei, az látszik. Az, ahogy az Ervin mondta múlt héten, a beszédéből is, de a cselekedeteiből is látszik valakinek, és ezek a látható jelek, hogy képes döntést hozni, hogy képes felelősséget vállalni azért, amit csinál, hogy megszerzi azt a megfelelő mennyiségű információt, ami alapján dönt, hogy önzetlenül tud cselekedni. Ezek mind nagyon fontosak ebben a kérdésben, és nekem az elmúlt hetekben, csak hogy Csabára néztem, és így eszembe jutott, hogy az elmúlt hetekben rettenetesen megváltoztatta az az életem, hogy hallottam arról, hogy Isten embere Reinhard Bonke szervez augusztusra egy evangelizációt Budapestre, és csak azt a felhívást olvastam a Facebookon, hogy ébredés várható ebben az országban, és részt lehet benne venni. És ez annyira feltüzelt engem, azt gondoltam, hogy bárki, akinek ezt mondom, hogy ébredés lesz, és lehet dolgozni, és ez picit más, mint a megszokott hétköznapjaink. Ez nekem nagyon-nagyon-nagyon jó hír volt, és gondoltam, ez mindenkit feltüzelt, és ezt fel fog tüzelni, és azt láttam, hogy nem így van, hogy ez nem okoz mindenkiben tüzelt, van akinek a régi tradíciói, a megszokásai, a sok minden, ami negatív tapasztalat érte, az erősebb benne, mint az,
ez az üzenet, hogy összefoghatunk, hogy egy asztalhoz ülhet minden ember, aki Krisztus testben, aki Jézus testben feltámadt Krisztusnak vallja, és együtt imádkozhatunk, és együtt döngethetjük azokat a falakat, amik remélem, hogy nagy erővel leomlanak majd, és folyamatosan már omlanak, mert már jó gyümölcsöket terem ez az egész. És azt gondoltam, hogy ha valaki felnőttnek vallja magát, és érett kereszténynek, akkor talán nem okoz neki gondot leülni más keresztényel együtt imádkozni. Talán az a vágy hajtja őt is, hogy még nagyobb legyen Isten dicsősége ebben az országban. Ahhoz, hogy növekedni tudjunk szellemben, a zsidó 12.6-ban Isten azt az ígéretet adta nekünk, hogy mert az örökkévaló felneveli azokat, akiket szeret, zárójelbe is megfenyít mindenkit, akit fiává fogad, de nem ezzel szeretnék most foglalkozni. Az Úr mindnyájunknak adja a növekedést. Az Úr az, aki szeretné, hogy mi növekedjünk, de mi gátjai tudunk ennek a növekedésnek lenni. Sokszor itt nem lejjebb. És persze az a cél vezérel, hogy minél jobban hasonlítsunk Jézusra, és teremjük azokat a gyümölcsöket, amiket Isten szeretne látni az életünkbe. Az Úrtól különböző szellemi ajándékokat kapunk, és azt is tapasztaltam, hogy ezek a szellemi ajándékok, amiről azt mondja az Úr, hogy megbánhatatlanok, működnek az emberek életében akkor is, hogyha azokat a gyümölcsöket, mint a jóság, kedvesség, szeretet, nem termik. És azt gondolom, hogy az igazi növekedés az abban van, hogyha a jelleme átformálódik valakinek. Amikor Krisztusra tud hasonlítani, amikor egy olyan szeretet tud benne lenni, amelyik szeretet ráárad a környezetére, a családjára, a munkahelyére, mindenhol. És hogy azt gondolom, hogy ettől vagyunk gyümölcstermők, és erre kell törekednünk. A Jakab 1.14-ben arról ír az ige, hogy testvéreim, valaki azt mondja, hogy hisz, de a tetteiből ez nem látszik meg, akkor annak az embernek a hite nem ér semmit. Ezzel a dörgedelemmel fejezném be, ha nem szeretném bevezetni Isten dicsőségéről szóló kezdetben bizonyságtételét a férjemnek, és szeretnék, hogyha látnátok, hogy most arról az Istenről beszélünk, aki megtartja az egeket, arról az Istenről beszélünk, aki teremtett mindeneket, arról az Istenről, akinek egy szavára lettek dolgok, és hogy tudjunk ebben az eszmefuttatásban arra a hatalmas Istenre gondolni, aki sokkal, de sokkal nagyobb, mint azt mi elképzelhetjük. Amen. Köszönöm szépen a felvezetést. Innen szép a győzelem. Tehát ennek az alkalomnak ahhoz az is lehetne a címe, hogy emésztéshez szól az ige. Most én megpróbálok a dicsőségről egy pár szót szólni, ahogy én azt megéltem, mert hiszen mindnyájan, akik keresztények vagyunk valamilyen szinten mindnyájan átéljük Isten dicsőségét, már a megtérés pillanatában. Isten dicsőségével találkozunk, ez ragad meg minket, és gyakorlatilag onnantól fogva a hívő élet folyamán minden egyes alkalommal, amikor Isten jelenlétébe kerülünk, az ő dicsőségével találkozunk. Hát én az én szemszögemből, az én átéléseimet szeretném egy kicsit, illetőleg amit én most az igéből így összekapirgáltam, elmondani a véleményemet erről. Azzal kezdeném, hogy pár évvel ezelőtt gyerekosztályon dolgoztam, konkrétan gyermekintenzív és neonatológia osztályon, és ott egyik ügyeletem kapcsán született egy kisgyermek. Az ügyelet kezdete volt, egy túlhordott kisgyermek volt, 42. hétre született, és ahogy megszületett, a probléma abból fakadt, hogy nem megfelelően volt táplálva. A köldökzsinór, illetőleg a méhlepény nem megfelelően működött, és ahogy megszületett ez a drága kisgyermek, azonnal meg is halt. Újra kellett éleszteni.
Az újraélesztés hála Istennek sikerrel zajlott, és átkerült az intenzív osztályra, lélegeztettük, és hát minden szokványos terápiát megkapott, amire szüksége volt egy ilyen gyermeknek, vénása megfelelő gyógyszereket, stb. A pici állapota az napról napra rosszabb lett. És pedig oly módon, hogy szépen sorba mondták fel a szervei a szolgálatot, először a mája mondta fel a szolgálatot, gyakorlatilag olyan zöld volt a gyermek, mint a falevél, mert nem ürítette ki az epefestéket. Aztán a reflexei szűntek meg, idegrendszeri problémái kerekedtek, és az akkor készített CT nem talált épp agyállományt. A következő lépcső az volt, hogy a keringése kezdett összeomlani, illetőleg a vérvallatási faktorok elfogytak, és elkezdett vérezni minden innen. Kritikus állapotba került, és akkor hát az Úr mutatta nekünk, hogy kezdjünk el imádkozni ezért a kisgyermekért, és elkezdtünk imádkozni, megtettük, és ettől a pillanattól kezdve, attól a pillanattól kezdve, hogy elkezdtünk imádkozni érte, elkezdett javulni az állapota. Elkezdett javulni olyannyira, hogy egy hét múlva le lehetett venni a lélegeztetőgépről, és két hét múlva egy rózsaszínű kis csecsemőt lehetett hazaadni az intenzív osztályról, áll az Úrnak. És ez legyen, ez az Úr dicsősége. Ez az Úr dicsősége. Igen, bocsánat, a lényeg 24 éves, és műszerész, elektroműszerészként dolgozik ez a drága ifjú. Nagyon aranyos, finom lelkű, nagyon, nagyon kedves valaki lett, az Úr tette hozzá. Tehát ez az Úr dicsősége, azt gondolom, és valahányszor ezt meglátjuk, akkor mindannyian belelátunk abba, hogy milyen hatalmas a mi Úrunk. De próbáljunk egy kicsit a mélyébe hatolni ennek a kérdésnek. Ugye definíció, utána néztem, hogy mi a definíciója a dicsőségnek, így definiálja, nagy hírnév köztisztelet, amit kiváló tett, teljesítmény, kimagasló érdem eredményeként alakul ki. Tehát ez gyakorlatilag az Úrnak hatalmas tette, amit itt cselekedett ezzel a kis gyermekkel, hogy megmentette az ő életét. Mózes szeretném segítségül hívni, annak érdekében, hogy még inkább megismerhessük azt, hogy milyen az Úr dicsősége, milyen csodálatos az Úr. Mózesről tudjuk a Mózes történetét, hogy ő ugye Egyiptomban született, és pedig, hogyha a történetíróknak igaza van, vagy hát a feltételezések szerint, első széti korában született. Első széti egy olyan fáraó volt, aki egy új dinasztiának a második embere volt, második fáraója volt, az édesapja volt az első fáraó ebből a dinasztiából, aki fél évig uralkodott körülbelül. Széti volt az első ténylegesen működő fáraó, akinek részben, mint új dinasztia, be kellett mutatni azt, hogy micsoda frankó ember ő. Egyrészről, másrészről. Előtte volt egy olyan fáraó, aki az egyisten hitet akarta bevezetni, ezt úgy hívták, hogy Echnaton, aki egyébként érdekes módon a Bibliában megnyilvánuló erkölcsi tanításokhoz hasonló erkölcsi tanításokat vezetett be, és egy Isten hitet hirdetett, és leromboltatott egy csomó templomot. És át is helyeztette a fővárosát. Ezeknek a fáraóknak volt egy ilyen szokásuk, hogy mindig máshova építettek főváros maguknak. Szerettek építkezni. Most a Széti ezt az egy Isten hitet akarta teljesen kiirtani, és helyébe visszaállítani a régi rendet, régi sok isten hitű rendet, és visszaállítani a régi isteneknek a tiszteletét. És emiatt nagyon nagy építkezéseket hajtott végre, rengeteg hadjáratot vezetett, és mindenütt bizonyította azt, hogy ő neki milyen hatalmas a dicsősége. Ennek következménye volt az, hogy a rabszolgaként tartott népeket, zsidókat is közötte, nagyobb munkára sanyargatták, és a hatalmukat, pedig a jogaikat megnyírbálta, és ennek a következménye ugye az a parancs, hogy a fiú gyermekeket meg kellett ölni.
És hát ennek megelőzésére, ugye Mózes miután megszület, az édesanyja egy kosárba, Mózes kosárba belerakta a Nílusra, és akkor hát elúsztatta a gyermekét, akit a fáraó lánya, bizonyos Tia talált meg. És ugye Szétinek a lánya volt ez a Tia, második Ramszesznek a nővére volt ő. A férjet is egyébként Tiának hívták, Tia házaspár. Na mindegy, ez nek nincs jelentősége. Ez nem tartozik az igei ismeretek lényegéhez. Tehát, és ő volt az, aki elkezdte a nevelését, indítványozta, hogy adják oda egy szoptatós anyának, aki végül is ugye a saját édesanyja volt, és hát így felnövekedett Mózes. Abban az udvarban, abban a fáraói udvarban, ahol is éppen a fentiekben említett történelmi helyzet miatt hatalmas dicsőséget kellett mutatnia, és a fáraó rokonságainak óriás privilégiumai voltak, előjogai voltak mindenféle egyebekkel szemben. És hát ugye a történetet ismerjük, rájött arra, hogy ő zsidó származású, és meglátta azt, hogy az egyik zsidó embert egy egyiptomi katona ütlegel, és közbelépett, megölte, és ezt követően el kellett menekülnie ebből a csodálatos, dicsőségű udvarból. És akkor elment messze földre, és élte a pásztorok békés életét. Egyiptomban zajlott tovább az élet, Széti meghalt, és jött a következő fáraó, második Ramszesz. Második Ramszesz tartják a legdicsőségesebb, leghatalmasabb fáraónak az egyiptomi történelem során. Rendkívül hosszú ideig működött. Pontosan 89 éves koráig ért, és 23 éves korában vette át a hatalmat, 24 éves korában vette át a hatalmat. Tehát rendkívül hosszú ideje volt, ő a fáraó, és ő az édesapját sokkal meghaladó módon próbálta ugye az ő hatalmát megszilárdítani, illetve a dicsőséget emelni. Rengeteg hadjáratot vezetett. Azokat a hadjáratokat, amiket úgy, hogy mondjam, megegyezéses végeredménnyel vívta, azt is saját győzelmének kiáltotta ki, és rengeteg templomot épített, aki járt Luxorban, én még nem tettem ilyet, az egyik ottani templomnak, a leginkább megmaradt templomnak a különböző isteneket faragtak ugye, a bejáratához, és mindegyiknek Ramszesz arca van. Tehát gyakorlatilag mindegyik önmagáról készítette. Úgyhogy eléggé közép öncentrikus ember volt, és hát gyakorlatilag ugye Mózesnek szólt az Úr csipkebokorban, menj vissza, szabadíts ki a népedet. És illetve én fogom kiszabadítani a népet, de te légy az, aki ezt végrehajtod. És visszament hosszas unszolásra, ugye, mint azt tudjuk, és végül is megtörtént az Egyiptomból történő kiszabadulás. Ennek nincsen írásos emléke, de az egyiptomiak általában vesztes csatákról semmiféle emléket nem tartottak föl, nagyon bölcs megfontolás alapján. És hát ugye Ramszeszről még annyit tudni kell, hogy ugye hosszú élete volt, de ugye a Bibliában leírtak szerint az elsőszülöttek meghaltak, amikor mielőtt Egyiptom kiszabadult volna. Tudni kell Ramszeszről, hogy 12 első gyermeke halt meg, és a 13. gyermeke lett csupán trónörökös. Tehát ez az első gyermekeknek a meghalása az ő rá sokszorosan érvényes volt. És Mózes tehát kivezette a népet Egyiptomból, a zsidó népet Egyiptomból, és fáraó meg ott maradt a saját dicsőségében. De hát, ahogy a Péter levélben olvashatjuk, az ember dicsősége olyan, mint a fű virága. A második Ramszeszről már csak ilyen történelmi emlékek, meg maximum azok a szarkofágok, illetőleg templomok beszélnek, de az ő dicsősége már sehol sincsen. Az Úr dicsősége még mindig él és erős, mert ugye az örökké való. És ugye Mózes jóba volt az Úrral. Ez tudható, az Úr rengetegszer mondta neki, hogy mert téged névről ismerlek, ezért meghallgatom a kérésedet. És különösen akkor jött ez a szituáció élesen elő, amikor
Ugye 40 napig fönn volt az Úrnál Mózes, és megkapta a kőtáblákat a 10 parancsolattal, meg hát rengeteg egyéb parancsolatot mondott el neki az Úr, hogy mit, hogyan tegyenek. És mikor visszaért, akkor jött az aranyborjú, építettek egy aranyborjút, készítettek egy aranyborjút Áron vagy vezetésével, mert hogy Mózes olyan sokáig volt az Úrnál, hogy nem bírták kivárni. És hát ugye a bálvány, valamilyen Istennek kellett lennie az emberek előtt, mivel Mózes eltűnt a hegyen, és az Isten semmiféle hírt nem adott magáról 40 napig, ez elég volt ahhoz, hogy a nép elkezdjen magának borjút vagy bálványt keresni, vagy hát valamiféle Istent keresni. Mózes visszatért, tehát 40 nap után megmérget és földhöz vágta a táblákat. És hát ugye jött azért a büntetés, de ugyanakkor visszament az Úr elé könyörögni a találkozás sátrában, így írja az ige, egy találkozás sátra, ahol is beszélt az Úr Mózessel rendszeresen, és kikönyörögte azt, hogy ne vesse el az Úr az ő népét, hanem tartsa meg. És ekkor ezek után volt az, hogy az Úrtól kérte a Mózes, hogy ugye látta ő azt az évek során, a kivezetés során, a hónapok során, inkább így lehet mondani, azt, hogy milyen hatalmas az Úr. Látta azt, hogy csodákat tud tenni. Látta azt, hogy ketté tudja választani a vörös tengert. De mégis nem ismerte teljes mértékben. És emiatt volt az, hogy kíváncsiság, hogy oké, én ismertem a második Ramszeszi, illetve a szét, tehát az egyiptomi dicsőséget, hogy az mekkora. De mekkora a te dicsőséget. És megkérte az Urat, hogy Uram, mutasd meg nekem a te dicsőségedet, hogy te neked mekkora a dicsőséged, milyen, ki vagy te valóságban, teljességedben, maga teljességedben. És erre az Úr azt mondta, hogy mivel ismerlek téged névről, ezért megmutatom neked az én dicsőségemet. Szó szerint ugye felolvasnám az igét, elég sok igét gyűjtöttem ki, ne haragudjatok, hogyha az igét olvasom. Mózes pedig ezt mondta, mutasd meg nekem a dicsőséged, az Úr pedig így felelt, elvonultatom előtted az egész fenségemet, és kimondom előtted az Úr nevét. Kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Arcomat azonban nem láthatod, mondta, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életbe maradjon. Majd ezt mondta az Úr, van egy hely nálam, állj ide a kősziklára, és amikor elvonul a dicsőségem, a kőszikla hasadékába állítalak, és betakarlak a kezemmel, amíg el nem vonulok. Aztán elveszem a kezedmet, és megláthatsz hátulról, az arcomat azonban senki nem láthatja. És a megvalósulás, 2 Mózes 34:6, és az Úr elvonult előtte, és kiállta az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú, aki irgalmas marad ezeriziglen, megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja a bűnöst büntetlenül, megbünteti az atyák álnokságát a fiakban és a fiak fiaiban harmad és negyed iziglen. Ez volt tehát az, amikor az Úr megmutatta Mózesnek az ő dicsőségét. Isten dicsőségét utoljára Ádám láthatta. Ugye ő volt az, aki szintől szintbe az Úrral beszélgetett. Ő volt az, aki tudta, hogy milyen az Isten. De a bűneset következményeként őt is kikerült ebből a lehetőségből. Ugye az ige azt írja, hogy élő ember nem láthatja az ő orcáját, azért, mert olyan hatalmas az a dicsőség, hogy a bűn egyszerűen nem, az örökletes, az eredendő bűn már lehetetlenné teszi azt, hogy valaki láthassa az Isten szentségét és dicsőségét. Ugye amikor leszállt az Úr dicsősége, korábban olvashatjuk, leszállt az Úr dicsősége a Sínai hegyre, akkor a nép megrémült, mert füst formájában olyan hangzatosságok remegett a föld, és olyan jelenségek voltak, amiket ők el sem tudtak képzelni, és nem tudták, hogy milyen lehet ennek az Istennek a közelségében, hiszen még ott a hegytetőn van valahol jó messzire, az Alpok tetején, és mégis már itt nem bírjuk elviselni ezt a hatalmas erőt és dicsőséget és hatalmat. Ez egy olyan példával lehetne leírni, tehát Isten nem tud nem Isten lenni, nem tudott nem Isten lenni. Isten ilyen
tudott csak lenni, még leegyszerűsítve, lebutítva is, hogy úgy mondjam, olyan erő és hatalom járt vele. Ez hasonlatként talán úgy lehetne leírni, hogyha van valakinek egy Ferrari-ja, és beindítja, akkor már alaphangulaton sem tud úgy zizegni, mint egy babetta. Mert olyan hangja van a 10 hengernek. Istennek is ilyen hatalma és ereje van alaphelyzetben. És ezt az ember nem tudja elviselni, a bűnös ember nem tudja elviselni közelről. Mózesnek azonban úgy, hogy megóvta őt, és Mózes azért nagyon-nagyon közel volt hozzá Istenhez, rengetegszer beszélt vele, rengeteg impressziója volt, volt hozzászokott, edzve volt magyarán ehhez a dologhoz. Őt is bizonyos védelem alatt, de megmutathatta neki elmentében hátulról, hogy na én ilyen vagyok. És egy érdekes dolog van ennél, hogy az Úr kérte a dicsőségét. Ez az szó szerepel a Mózesnél, hogy Mózes kérte az atyát, az Urat, hogy mutasd meg nekem a dicsőséget. És az Úr erre pedig azt válaszolja, hogy elvonultatom előtted egész fenségemet. Az eredeti szöveg szerint, ha jól olvastam a fordítást, az állít, hogy a legjavamat, a legfontosabb részemet, a legbensőmet mutatom meg neked, amilyen én legigazából vagyok, a legjobb részemet mutatom neked. És három dolgot szeretnék itt ebből az ige sorból kiemelni. Az egyik az, hogy kiáltom a nevemet, és vagy szólom a nevemet. Ugye az Úrnak a neve az egy kimondhatatlan név volt akkoriban. Ugye amikor leírták a Biblia másolók, akkor is úgy volt, hogy amikor a szóhoz értek, akkor utána előtte kezet mostak, beírták, aztán utólag megint. Tehát nagyon nagy tiszteletbe tartották az Úrnak a nevét. És ennek a névnek ebben a helyzetben azt gondolom, hogy hatalmas jelentősége van, mint ahogy annak is, hogy Mózesnek, amikor kért tőle valamit, Mózes az Úrtól valamit, akkor mindig azt mondta, hogy mert ismerem a te nevedet, mert én téged névről ismerlek, ezért megteszem. Ez nem azt jelenti, hogy nem ismerte volna Áront névről, vagy nem tudta volna, hogy ki a Józsué a neve szerint, hanem van a Mózes és az összes többi a slep, hanem tudta nyilvánvalóan az Úr mindenkinek a nevét, de a névnek a Bibliában hatalmas jelentősége van, és egészen más jelentéssel bír, mint az, hogy engem XY-nak hívnak. A névben benne van minden, mindaz, amiről arról a személyről tudható és ismerhető. És az Úr Jézus neve is éppen ezért egy teljesen más dolog, mint az, hogy hát Jézus Krisztusnak anyakönyvezték annó, hanem egy olyan hatalmat képvisel a névnek a kimondása, ami gyakorlatilag annak a személynek a teljességét jelenti, teljességéből fakad. És itt is erről van szó, hogy Mózest az Úr név szerint, azaz teljesen ismerte, úgy beszélt vele, mint ember a barátjával, olyan közel volt hozzá, mint ember a barátjához. És viszont is te meghallgatod az én nevemet, azaz az egész valóságomat, mert elmondom neked az én nevemet. A vagyok volt, ugye, ez amit korábban már a Gő Csipkebokornál mondott, kijelentett az Úr Mózesnek. Második dolog, hogy az elvonultával, a dicsőség megmutatásával együtt a kegyelem, a szeretet, a hűség és az igazság, ez a hármasság jelent meg. Az, hogy az Úr kegyelmes, az Úr hűséges és igazságos. Tehát gyakorlatilag ez a beharangozó megbeszélésben is szerepel, és amikor elvonult az Úr, akkor is ezeket a tulajdonságokat emeli ki az ige, hogy ilyen az Úr, hogy kegyelmes, kegyelmez, akinek kegyelmez, és ezeríziglen kegyelmes. Tudjátok, hogy Ádám óta 350-400 generáció telt el, úgyhogy az ezeren bőven belül vagyunk, és azóta csak gyűlik ez a kegyelem, és az áldásra is ugyanez vonatkozik, hogy azóta csak gyűlik ez az áldás, viszont a büntetés az harmadiziglen, az meg, hála Istennek, elmúlik.
az elfogy. De az áldás az gyarapszik, az növekszik, az gyűlik. A kegyelem az gyűlik. És a harmadik dolog, amit ki akartam emelni, ez az a hatalom, amit egy élő ember nem viselhet el. Amit az erő, az a tűz, az a, ami teremtette az eget és a földet, ami által lett minden, és ami által lettünk mi magunk is. Ami az urat, ez a három dolog jellemzi tehát az urat, ezt a háromságot mutatta meg, ezt a három dolgot mutatta meg Mózesnek az Úr. És amikor Mózes lejött a hegyről, akkor sugárzott az arca. Egyszerűen annyira sugárzott a dicsőségnek a visszasugárzása, olyan mértékű volt, hogy nem bírták elviselni a kollégák. Azért nem bírták elviselni, nyilván nem azért, mert olyan volt, mint egy Szent János bogár, hanem olyan lehetett, mint egy reflektor. Egyszerűen nem lehetett ilyen. Tehát nem lehetett belenézni. Nem lehet, mint a napra nem lehet nézni, úgy a Mózes arcára se lehetett nézni, és ez jelképezte ugye az Úrnak a dicsőséget a nép felé, és le kellett lepellel takarnia az arcát Mózesnek, hogy aztán tudjon kommunikálni, és el tudja mondani azt, amit az Úr neki mondott, és hát ugye akkor már a saját kezüleg gyártott kőtáblákat vitte magával, tehát nem az Úr által készített ilyen kisipari termék volt már. Nem, bocsánat, rossz vicc. Tehát a 2 Korintus 3-ban az Új Szövetségbe menjünk át, amiben az van írva, hogy ha pedig a halálnak betűkkel kövekbe vésett szolgálata dicsőséges volt, úgyhogy Izrael fiai nem is nézhették Mózes arcának elmúló dicsősége miatt, hogy ne volna még inkább dicsőséges a léleknek, a szellemnek a szolgálata. Ebbe van a lényeg. Tehát az, hogy a Mózes egyszerűen nem bírta elviselni a testi ember a Mózes arcánról sugárzó indirekt dicsőséget, tehát nem is közvetlenül a dicsőséget, hanem az indirekt dicsőséget sem tudta elviselni, és ahhoz a dicsőséghez képest, ami elmúlt, mennyivel hatalmasabb az, amit az Úr nekünk adott, amit az Úr mindannyiunkkal megosztott. És ugyanennek az ige sornak a végén, ugye itt Izraellel foglalkozik az ige egy darabig, hogy amikor pedig megtér az Úrhoz, akkor lehull ez a lepel, mert addig lepel a olvassa a törvényt, aki olvassa az Úr dicsőségét, de amikor megtér az Úrhoz, lehull a lepel, ahol az Úr pedig szellem, és ahol az Úrnak szelleme, ott a szabadság. Itt ez egy kis varga betű, de gyakorlatilag a törvény alól az Úr szelleme kiszabadítja az embert, kiszabadítja a törvénynek az átka alól, a törvénynek a megkötözése alól, és szabadságot ad Izraelnek is, illetőleg hát mindenkinek, aki az Úr szabadságába belép, aki az Urat megismeri és befogadja. Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélve ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak szellemétől. És hát gyakorlatilag mondandómnak ez a magja és kulcsa, hogy valóban mi, ahogy meg is tapasztaltuk megtéréskort, hogy az Úrnak a szellemét, Úrnak a dicsőségét szabadon szemlélhetjük. A megtéréskor már megérezzük, és onnantól fogva gyakorlatilag a keresztény életünk során folyamatosan az Úr szellemének vezetése az Úrral való kapcsolatunk növekedése során dicsőségről dicsőségre, egyre nagyobb dicsőségre vezet minket az Úr, ahogy az Úr életét, az Úrban való életet folytatjuk. De minden emberben van egy Jézus formájú űr, úgy van megteremtve, és az akkor telik be, amikor az ember megtér. Próbálhatja ugye betölteni ezt egyéb más dolgokkal, de nem fog sikerülni, a hiányérzet az mindig megvan az ember életében. És amikor az Úrral
Jézussal találkozunk, és befogadjuk őt az életünkbe, akkor gyakorlatilag így módon megtalálkozunk az Úr dicsőségével, és az Úr dicsősége pedig növekedni fog az életünkbe, ez az ígéret. János evangéliumát nagyon-nagyon szeretem, mert János személyisége egy roppant kedves személyiség, nagyon-nagyon aranyos ember lehetett, és gyakorlatilag ugye a leveleiben is állandóan szeretetről beszél, és egy olyan kedvesség árad mindegyik leveléből, még a jelenések könyvébe is fellelhető, bár az eléggé szigorú némely helyeken, de az evangélium az egy csodálatos, és ahogy bevezeti az evangéliumot, az önmagában egy ilyen teológiai gyűjtemény, és csodálatos leírása az Úr Jézusnak. Ugye az 1.14-től olvasom, és az ige testé lett, és lakozott mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülött gyének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. János bizonyságot tett őről, és kiáltott, mondván, ez volt, akiről mondtam. Aki utánam jött, előttem lett, mert előbb volt nálamnál. És az ő teljességéből vettük mindnyájan a kegyelmet is, kegyelemért, mert a törvény Mózes által adatott. A kegyelem és az igazság pedig Jézus Krisztus által lett. Az Isten sokkal senki nem látta, az egyszülött fiú, aki az Atya kebelében van, az jelentette ki őt. Gyakorlatilag ugye itt az evangéliumot láttuk leírni, és hogy az Úr Jézus betöltötte a teljes igét, és így módon megláthattuk az ő dicsőségét színről színre közvetlenül. És aki Jézus látja, az Úr Jézus látja, az ő dicsőségét, az Úr dicsőségét látja. Teljes egészében szín lefedetlenül, és ez a dicsőség, ez ugye nekünk is továbbadatott. A zsidó levélben van ez nagyon szépen leírva, hogy milyen hatalommal bír az Úr. Most nem akarom már, mert nagyon kevés az időm, nagyon részletezni. De az Úr Jézus az ő dicsőségének visszatükröződése és a valóságának képmása, aki hatalmas szavával fenntartja a mindenséget, aki minket bűneinktől megtisztítva ült a felségesnek jobbjára magasságban. Halleluja. Tehát ez a dicsőség nekünk adatott, és nekünk az a feladatunk, hogy ez szerint a dicsőség szerint járjunk. Ugye az Úr Jézus nevében cselekedjünk mindeneket, ez is a feladatunk, és amikor az Úr nevében teszek bármit is az Úr felhatalmazásával, akkor az Úr dicsősége az megnyilvánul rajtunk keresztül azok számára is, akik velünk szembe állnak, és ez a dicsőség fogja őket megragadni. Volt egy pár dolog, amit az Úr idejében, amikor az Úr 2000 évvel ezelőtt, más volt, mint a mai napság. Ma egy kicsit nehéz ezeket a dolgokat akár elmondani, akár megérteni, akár felfogni, mert teljesen más szociális körülmények között élünk, teljesen más körülmények között élünk, mint a 2000 évvel ezelőtti ember. Akkoriban a hit az teljesen természetes volt az ember számára. Az, hogy egy Isten létezik, mindenki számára, a görögök számára is teljesen természetes volt. Tehát a természet fölötti rétezése az normális volt. És olyan 17.-18. század környékén a tudományos világ alapozta meg azt, hogy Isten tulajdonképpen nem is létezik, és a tudományt arra használta föl az ördög, hogy létrehozzon egy olyan elméleti rendszert, ami kizárja Isten létezését. Ennek az egyik pillére ugye az evolúció, ami azt feltételezi, hogy a véletlenszerűségek sorából kifolyólag alakult ki ez az egész rendszer. Az evolúció az inkább a élőlényekre vonatkoztatva mondta ezt el. Ugye Darwin nevéhez kötik ezt a dolgot, de Darwin arról beszélt alapvetően, hogy az élőlények képesek alkalmazkodni az ő környezetükhöz, a körülményeikhez. Megváltozó körülmények, megváltozó élőlényeket fog vezetni. Tehát az, hogy egy
medve, hogyha barna medve, vagy sötét színű medve, vagy szürke színű medve, hogyha a környezetében minden fehér, akkor nem tud megélni, mert rögtön az ellenfelei észreveszik, és elszaladnak előle. De hogyha lesz egy mutáció, és fehér színű lesz az a medve, akkor el tud bújni a hóban, és akkor hiába nézzük, nem látjuk, mert a hó is fehér. Tehát most röviden elmeséltem, hogy hogyan alakultak ki a jeges medvék. Ez nyilvánvalóan egy eléggé leegyszerűsített példa, de nem a fajok egymásra való átalakulását indult ez a gondolat elsőként, hanem a sokszínűségre indult ez az egész. És Isten valóban egy nagyon sokszínű, nem gondolkozó valaki. Visszatükröződik ez az egész, a világ és a tudomány visszatükrözi az Istennek a dicsőségét. Az Isten dicsősége benne van, még a természeti ember is láthatja, hogy milyen csodálatos ez az egész világ. Ez az Isten dicsőségét tükrözi vissza, és nem pedig az, hogy valamikor véletlenül egy nagy robbanás következményeként szétrepült mindenki a nagyvilágban, már az anyag a nagyvilágban, és akkor véletlenszerűségek sorá útján kialakult a mai rendkívül komplex életforma. De ugye az ördög nem igazán szereti azt tudatni velünk, hogy Isten létezik, és emiatt kitalálta ezt a fajta logikát, hogy Isten létezése helyett valamiféle elméletet állítsunk fel, és ez lett ennek lett az eredménye a mai világkép. És ez a mai világkép az Európára abszolút jellemző. Ez az ateista világkép. Még a hívő emberek, vallásos emberek körében is nagyon-nagyon általános, és nagyon nehéz áttörnünk magunknak is, hogy még a karizmatikus, akik megéljük Istennek a jelenlétét. Mi is sokszor úgy gondolkozunk, hogy itt ebben a testben élünk, és Isten időnként beszól ebbe a világba, de egy távolságtartással vagyunk. És vannak a természeti népek, akiknek rengeteg természet fölötti megéléseik is vannak, olyanok, amik nem Istenhez kötöttek, hanem egyéb helyhez kötöttek, és hát ők viszont sokkal könnyebben tudják átélni, megélni az Úrnak a valóságát. És egyébként az Úrhoz költözés sem akkora probléma náluk, mint egy materialista embernek a halállal való szembesülése. A másik dolog az pedig a kényelmi szempontok, hogyha a technológiai fejlődés olyan helyzetet hozott az életünkbe, hogy mindenünk megvan. Kinyitjuk a vízcsapot, és már folyik a víz, és ráadásul tiszta és meleg is. Minap tönkrement a fűtésem odahaza, és nem volt meleg víz. Borzasztó volt. Sok kávét spóroltam a reggeli zuhanyzás kapcsán, mert nem volt szükségem a kávéra. Ébresztőként a hideg víz nagyon jól funkcionált, de akkor elgondolkoztam azon, hogy mennyire vagyunk mi kényeztetve, hogy mennyire nem tudjuk értékelni azt, hogy az Úrtól valamit kapunk. És ugye talán azzal a példával lehet legjobban leírni, hogyha egy milliómos kap 1 millió forintot, akkor azt mondja, hogy köszi, jól jártam, menjünk tovább. Hogyha egy éhező embernek adunk 1 millió forintot, megmentettük az életét. És rendben volt az élete. Ugyanazt az 1 millió forintot kaptuk, és szerencsére nem tudom, nem minősítem, de mi a gazdagok közé tartozunk, még hogyha nem is vagyunk gazdagok, még hogyha egyszerű körülmények között élünk is, akkor is javarészt ez a szociális biztonság, jogbiztonság, ez mindenképpen adott. A római korban ez nem volt adott, tehát ott a halálbüntetés is olyan volt, hogy nap mint nap szállt, és akkor te meghalsz, és akkor katonáknál például ott volt a tizedelés. Hogyha volt egy vesztes csata, akkor minden tizedik ember kivégezték. Ugye ez innen származik a tizedelés című szó. És gyakorlatilag azt akarom kinyögni mindezeknek végén, hogy keresnünk kell, és fel kell fognunk, és treníroznunk kell az agyunkat arra vonatkozólag, hogy
megértsük azt, hogy valóban milyen nagy az, hogy az Úr dicsősége, milyen nagy dolog az, hogy az Úr dicsősége velünk van. Végezetül szeretném éppen ezt az igét felolvasni az Efezus 1.16-tól, hogy Pál az efezusiakért könyörgött, pontosan ugyanezért, pedig ők azért nem voltak ennyire elkényeztetett helyzetben, pontosan ezért könyörgött az Úrhoz, hogy megértsék azt, hogy milyen hatalmas Úruk van nekik, és én is azért könyörgünk, hogy az Úr velem megértesse, velünk megértesse, hogy milyen hatalmas ő, hogy milyen bőséggel árasztja ránk az ő kegyelmét. Azt mondja az ige, hogy nem szülök meg hálát adni tértetek, emlékezve rátok az én könyörgéseimbe, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atya adjon nektek bölcsességet, kijelentésnek a lelkét az ő megismerésében, és világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az ő elhívásának a reménysége, mi az ő öröksége, dicsősége a gazdag, öröksége a dicsőségének, a gazdagsága a szentek között. És mi az ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk az ő hatalma erejének, a ma munkája szerint, amelyet megmutatott a Krisztusban, amikor feltámasztotta őt a halálból, és ültette őt a maga jobbjára a mennyekben. Felül minden fejedelemségen, és hatalmasságon, és erőn, és uraságon, és minden néven, amely neveztetik, nem csak e világon, hanem a következendőkben is. És mindeneket elővetett az ő lábai alá, és őt tette mindeneknek fölötte az anyaszent egyháznak fejévé. Mező teste, teljessége ő neki, aki mindeneket betört mindenekkel. Tehát mi az egyház, a teste vagyunk az Úrnak, aki viszont mi a mi fejünk, és az ő nevét adta nekünk, ő a kegyelmét adta nekünk, és a hatalmát adta nekünk, hogy a Mózesnek is mutatta az Úr az ő dicsőségét. Amen.